A folyamatos rendszerű véradások szervezése évvégén is nagyon fontos, hogy biztosítani tudják az ország folyamatos vérellátását az ünnepek alatt is. A véradás során levett vérből előállított készítmény ugyanis csupán 5 napig használható fel. A nők egy évben legfeljebb 3-szor, míg a férfiak 5-ször adhatnak vért. Feltétel az is, hogy a jelentkező testsúlya elérje az 50 kg-ot. A véradásokra 18 és 65 év közöttieket várják, akik egészségesnek érzik magukat, a véradók pedig minden esetben vigyék magukkal személyigazolványukat, lakcím és tajkártyájukat. Nagyon fontos elmondani, hogy a véradás előtt bőségesen fogyasszanak folyadékot és szénhidrátot. Sajnos nagyon sokan összekeverik a véradást a vérvétellel, és eljönnek éhgyomorra. Ilyenkor nem tudja az ember leadni a vérét, mindenféleképpen bőségesen fogyasszanak folyadékot. A Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház területi vérellátójában december 12-től 14-éig, valamint 18-án, 19-én és 21-én 8 óra és 15 óra között, míg december 15-én és 22-én 8 óra és 14 óra között lehet vért adni. A Fehérpalota üzletközpontban december 20-án lesz kihelyezett akció, ekkor 13 óra 30 perc és 17 óra 30 perc között várják az önkéntes segítőket. A véradásokra regisztrálni az Országos Vérellátó Szolgálat oldalán lehet, a képernyőn látható weboldalon.